Itt van a Vodafone, itt van a Lindegáz Magyarország ZRT. Még egy pillanatra a Vodafone-ra visszatérve, ugye tudjátok, hogy van egy másik mobil alkalmazásunk a Sea City mellett, ez az életmentő applikáció, abban a partnerünk a Vodafone Magyarország Alapítvány. Itt van a Lindegáz Magyarország ZRT, a Sportex Kft. És a gyerekeknek pedig annyiféle program van, hogy most egyelőre nem is sorolom föl, majd később visszaveszem a szót, addig érezzétek jól magatokat. Köszönjük a Magyar Imitációs Társaságnak, hogy közreműködnek, hiszen nélkülük ezeket a bemutatókat biztos, hogy nem tudnánk megtartani. Nektek jó szórakozást, 10 óra 35-kor várunk benneteket, bemutatjuk nektek az első magyar mentőkerékpárt! Sziasztok, üdvözöllek titeket egy új videóban, nem máshonnan, mint a Városligetből, a mentőnapról. Itt van a program terv, hogy mik lesznek. Lesz Tóth Gabi koncert, Vastag Csaba, meglepetés zenekar, mentőkerékpár bemutató 10.35-kor, 10.45-kor, futóverseny eredmény hirdetés, mentőkutyás bemutató 11-kor, 12.15, főverseny is. Foci kupa eredmény hirdetés, főzőverseny, főverseny, marhaságokat beszélek. Na nézzük körbe itt a mentőnapon. Itt van az első kerékpár, mentős kerékpár. Ez elektromos, ahogy látom. Itt vannak már ilyen omszos autók, egy Suzuki, és mellett áll egy B6-os kombi Passat. Ez is országos mentőszolgálatos. Szép erda. De tekintsünk körbe, különböző programok vannak, lehet rajzolni, rajzverseny, mindenféle program van én gyerekeknek, van ugrálóvár, és itt vannak kiállítva omszos verdák, a Suzuki Vitara, Volkswagen Caddy, egy Crafter, és egy új Sprinter, gyönyörű szépek. Lessünk be a belsejébe, hogyan is néz ki. Inkább így nézzük meg, mint mikor jönnek értünk és elszállítanak betegként. Na, hát így néz ki a belseje. Ott fekszik le a beteg, és innen tudnak vizsgálni. Van benne rámpa is. Ez a Crafternek a belseje. Itt van a Sprinter is, ez nincs nyitva. Az önkéntes mentőszolgálatnak, mentőszervezetnek a amarokja. Itt van a Vodafone-nak a sátra. A Vodafone Magyarország Alapítványnak a sátra. Itt van a Linda Magyarországnak a rendezvény sátra. Gyönyörű szép lindés Sprinter van kiállítva. Szállítják házhoz a különböző gáz, meg oxigénpalackokat. Van a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a sátra. Itt lehet színezni, rajzolgatni, meg különböző kézműves foglalkozásokat végezni. Lehet tekerni és a bringán. Itt lehet ilyen sörös rekeszeken mászni. Persze ki van biztosítva a gyerkőt, föl lehet mászni. Milyen magasra tudsz mászni. Itt pedig egy régi mentőautó. Már le vannak szedve róla a fényvisszaverő csíkok. Már ki van szuperálva, már lesz a lejtezett. Helly Hansennek a standja, mert a mentősöknek a munkaruházatát a Helly Hansen biztosítja, vagyis hát tőlük rendelik. Itt vannak a büntetés végrehajtás. Itt van egy Opel Movano, azt hiszem az a típusa. Büntetés végrehajtás és verda. Ebbe is jobb, hogyha nem ül az ember. Na hát így néz ki a belső. Brutál. Jobb, hogyha ilyenben nem ül az ember. Ilyen kalicka van csinálva pacienseknek. Így néz ki, ilyen fapadba ül a büntetett, és két ilyen fap van, és
versenyt fém riglikkel van lezárva, mint pedig a kísérő személyzetű. Nagyon durva. Hát elég szarul néz ki. Jobb, ha ilyenben nevül az ember. Hú, bocsánat. Ez az autó volt. Itt egy újabb stand. Büntetés végrehajtás, még ez is. És itt van egy sprinter furgon, ami teherautó. Ez egy hosszított régi sprinter. Ez különböző szállítmányozásokat végeznek vele. Aztán föl sehova, mert egy kuderájban benne. Jó. Megtudtam egy kedves úriembertől, így dolgozottól, hogy ez egy helyszínelő autó, ez a hosszú sprinter. Kész iroda van berendezve, nézzétek meg, hogy ilyen polcok vannak. Nagyon profi meg van csinálva. Itt is ilyen kis polcok. Sátor, hogyha kell. Ez a hosszú sprinter. Ő van így berendezve. Itt pedig már készenléti rendőrségnél vagyunk. Ez 4x4-es ilyen csapott szállító sprinter, ez már az újabbik generáció. És van egy 3-as Octavia is. Ez már a faceliftes osztott lámpás, csak pont előtt állnak. Kombi, gyönyörű szép. Na, menjünk tovább. Rengeteg sok szervezet van ki, érdemes ide kilátogatni. Gondoljátok, akkor mai nap folyamán gyertek itt is. Mobil bűnmegelőzési centrum. Még ilyet se láttam. Ez is egy ilyen sprinter. Ennek is elég egyedi ilyen tárgyalós a belseje. Kint van a Szent Mártonos mentőautó is, de nem a legújabb, hanem az egyen régebbi, de meg fogjuk lesni azt is. Itt haladunk tovább. Különböző sátrak vannak, lehet színezni mindenhol. Meg van itt egy ilyen akadálypálya, ilyen részek szemüveggel lehet rajta végig menni. Itt is egy Octavia rendőrautó. Meg itt a parkolóban is rengeteg sok ilyen villogós autó van. Itt van a tekeseknek ez a gumikerekű harckocsija. Nagyon patent, ezt már elég sok helyen kiállították őket. Mikor volt a Fina, akkor ilyennel védték a rendezvényt, akkor is jó volt állítva. Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek, tisztelt bajtársak, bajtársak! Hát most mondhatnám, hogy történik is itt valami. És a tek után a tűzoltóság jön. Na, van már Manci tűzoltó. És harasztim, hogy 7-8 darab ott áll, ami a tűzoltóságnak érkezett teherautó, a tűzoltó autó. Na és itt van a Manci, gyönyörű szép. Zsírója, hogy látom. A rendszám is le van véve, gondolom próba rendszámmal jött. Hiroszos. Itt van a leírás róla. Így néz ki a tűzoltóautó. Így néz ki hátulról a tűzoltóautó. Ha minden igaz, megtudtam az úriembertől. 32 darab lesz ebből. Ez még nincs is forgalomba állítva se. Ott fönt látszik, hogy próbarendszáma van. Gyönyörű szép kis járgány. Én azt mondom, hogy minőségi váltás a Renault-ról MAN-re váltani. Itt a háttérben megbújt egy ilyen új sprinter is, platós. Szállító jármű, dupla fülkés. Nagyon szép ez is. Itt pedig különböző ilyen fényjelző berendezéseket mutatnak be. Fényhidakat. Van kék, piros-kék, és vannak narancsárga fényjelző kis. Itt pedig egy ilyen retro amerikai autó vontató
látható, fényhíd.hu, gondolom ez nekik a reklámautójuk, nem semmi monstrum. Na és akkor körbe is értünk, ott a hőlékballon fent van, akkor nézzük meg ezt a felét a kiállításnak. Ki vannak állítva, hoztak ki a mentőmúzeumból is mentőket, itt a Robur, országos mentőszolgálat, gyönyörű szépen felújítva. Van egy régi sprinter is. Kressz Géza mentőmúzeum, ő is szép. Itt van egy ilyen gyermekmentős Ford Focus, és itt van a újabb gyermekmentős Ford Focus is. Itt van az alapítvány, lehet őket támogatni. Van szerencsekerék, Tigra informatika. Kint van a Szent Márton. Gyermekmentő is. Nekik is van standjuk, meg itt van a Szent Mártonos sprinter is. Gyönyörű szép, így néz ki. Ennél már van újabb is nekik. Ott a nagy színpad. Itt hátul megtalálható mondom. Körbe fogom fotózni ezt a mentőt, mert meg szeretném kicsibe csináltatni, mert én nem értek hozzá. Itt van egy új sprinter mentő. Szerintem le is fogom zárni a videót, meg körbeértünk. Gondoljátok, akkor látogassatok ki ti is a mai nap folyamán. Ezt gyors föl fogom tölteni, hogy eljusson hozzátok, és ha gondoljátok, akkor gyertek ki. Itt is vannak új sprinterek. Itt lehet új leélesztést gyakorolni, tanulni. Az ott is. Na hát, remélem tetszett ez a videó. Találkozunk a következő videóban. Ha gondoljátok, leszetek rá a Herla Fanatic Facebook csoportra. A költözhetés, akkor Herbák István és fia. És a hétvége folyamán közlekedési múzeumba Ikarus Mini Fesztivál. Meg vasút modellkiállítás. Látogassatok ki oda is. Sziasztok! Ezzel viszont, hogyha nem